Csorváson vagyunk, Békési Ferenc és kedves családja a Dió ültetvényén, mely közel 90 hektáros. Hosszú út, fontos állomása ez a Navikalfa Kft. Mezőgazdaság üzletága számára, hiszen az itt bemutatott gépek üzembe helyezésével a magyar felső kategóriás specializált gépek piacán egy nagyon nagy lépést tettünk. A hazai diótermesztés, a csak úgy, mint ahogy a világ diótermesztése jelentőset emelkedett az elmúlt években, évtizedekben, és mára elmondhatjuk, hogy közel 7-8 ezer hektár dió ültetvényen mintegy 10-12 ezer tonna dióhozamot tud Magyarország produkálni, ami a kiemelkedő minőség miatt az Európai Unió piacán nagyon fontos. A Navikalfa Kft. Dió betakarító gép bemutatóján először a Monkiero VL08-as gyümölcsrázógép dolgozott egy Carraro F105 speciális ültetvénytraktorhoz csatlakoztatva. A rázógép egy teleszkópos karra szerelt nagy rezgésszámú vibráló fejjel van felszerelve, és a gép tartozéka a független hidraulika rendszer. Az eszköz üzemeltetése egyszerű és kényelmes, hiszen az összes funkció joystickkarról működtethető a traktorfülkéből. A bemutató megfigyelhető volt a gép elejére szerelhető forgókefék munkája, amely kiegészítők opcionálisan rendelhetők és a taposási kár elkerülését szolgálják. A rázógépet a Monkiero 20-125-ös Ferox önjáró dióbetakarítógép követte. Az eszköz nem csupán felszedte a termést, hanem mindeközben tisztította, tárolta, majd ki is ürítette a diót a pótkocsira. A gép bemutató résztvevői szemmel követhették, ahogy a gép a kedvezőtlen talajviszonyok ellenére is tiszta és pontos munkát végzett. Békési Ferenc és családja az új beruházástól a kézimunka igényes betakarítási időszak kiváltását és lerövidítését várja. Békési Ferencnél vagyok, Csorváson élünk, egy tanyán gazdálkodunk. Ez a dióültetvény, ez egy alkalmi vétel volt ezelőtt 15 évvel. És hát most jutottunk el odáig, hogy kezd valójában termőre fordulni, és most már kellenek komolyabb gépek, betakarító gépek, hogy ne a kézi erőt, mert sajnos kézi erő most már egyre kevesebb van, és nem tudjuk kézi erővel felszedni, mert hát 90 hektárról van szó. És reméljük, hogy azt a egy hónapos kézi munkaerőt le tudjuk szinte vinni egy hetes munkaidőre, hogyha minden jól megy, a körülmények jók lesznek hozzá, és az időjárás is engedi. A mai napnak az volt a célja, hogy itt be tudjuk mutatni ezeket a gépeket munka közben is, és megbizonyosodást szerezzenek az ide látogató termelő gazdák arról, hogy ennek a gépsornak igenis van helye a magyarországi piacon.